Az Ady Endre könyvtár és az Újhatvani Fiók könyvtár június 22-től újra megnyitotta kapuit. A központi könyvtár hétfőtől péntekig látogatható, a nyári nyitvatartási rend szerint 9-től 17 óráig. Az Újhatvani Fiók könyvtár viszont csak a hétfői napokon vehető igénybe. A szolgáltatás a dokumentumok visszavételére és kölcsönzésére korlátozódik. Helyben használatra és internetezésre még nincs lehetőség. Sinkovics Erika, az Ady Endre könyvtár igazgatója elmondta, hogy az olvasók részéről nagy volt már az érdeklődés, hiszen hosszú volt a 3 hónap karantén. Nagyon kérjük az olvasóinkat, látogatóinkat, hogy maszkban érkezzenek a könyvtárba. Helyeztünk ki készfertőtlenítőket, azt kérjük, hogy mindenki használja, hiszen feljönnek a könyvtárba könyvet válogatni, és azt kérjük, hogy egy fertőtlenített kézzel válogassák a könyveket, illetve az egymástól a 1,5-2 méteres távolságot itt is kérjük, hogy a lehetőség szerint tartsák az olvasóink. Hozzátette, hogy a recepciós pultra egy plexifalat is szereltek, a visszahozott könyveket pedig ózongenerátor segítségével fertőtlenítik. Az igazgatónő arra hívja fel a figyelmet, hogy a kölcsönzésre kiválasztott könyveket lehetőség szerint telefonon vagy e-mailben jelezzék előre az olvasók, így a megrendelt dokumentumokat már csak át kell venniük a recepciós pultnál.